Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Szólásra nyitott ajkát az egyházban, és az Úr betöltötte őt a bölcsesség és az értelem lelkével. A dicsőség ruháját adta rá. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, közeledik a nagybőjt. Holnap hamvazó szerda van, és a mai evangélium is ad számunkra olyan üzenetet, ami már lelkismeret vizsgálatra indít minket, vagy akár nagybőjti elhatározásra is indít minket, és egy kisgyermeket állít tanítványai elé, egy kiszolgáltatott kisgyermeket, és azt mondja, hogy hát ilyeneké az Isten országa. Itt tudunk-e tekinteni azokra, akiket az Úr ránk bízott, akik védelemre szorulnak, megpróbáljuk-e Isten szeretetét közvetíteni feléjük. A szemmisét is ezért a szándékért ajánljuk föl. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Hozzá tartozik-e életemhez a rendszeres lelkiismeret vizsgálat? Föl tudom-e ismerni emberi gyengességeimet? Kérjük-e ez egy gyógyításához Istennek a kegyelmét? Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmaz! Krisztus, kegyelmez! Uram, irgalmaz! Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, add, hogy Szent Péter püspök és egyház tanító szavát és példáját követve mindennél többre tartsuk Krisztust, mindig készen álljunk egyházat szolgálatára, és egykor eljussunk mennyei fényességed boldogító örömébe. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Sirák fiának könyvéből. Fiam, ha Istennek szolgálni kívánsz, légy álhatatos a jámborságban és az Isten félelemben, és készülj fel a megpróbáltatásokra. Erősítsd meg szívedet, és légy álhatatos. Hasd füledet a bölcsigék befogadására, és ne légy nyugtalankodó a megpróbáltatás idején.
Ragaszkodjál Istenhez, és ne pártolj el tőle, hogy bölcsen járj életed útján. Mindent, ami rád szakad, tűrj el békességgel, maradj hűséges a megaláztatásban. Mert az aranyat és az ezüstöt tűzben próbálják ki, az Istennek tetsző embereket pedig a megaláztatás kemencéjében. Bízzál az Istenben, ő mindig gondodat viseli. Reménykedj benne, és ő irányítja majd utadat. Maradj meg félelmében, öregedj meg benne. Ha megmaradtok Isten félelemben, várhatjátok irgalmát. El ne pártoljatok tőle, hogy el ne essetek. Akik félitek az Urat, bízzatok benne, és nem marad el jutalmatok. Akik félitek az Urat, várhatjátok a jót, a soha el nem múló örömet és irgalmat. Akik félitek az Urat, szeressétek őt, akkor szíveteket majd öröm ragyogja be. Fiaim, figyeljétek meg a letűnt nemzedékeket, és akkor látni fogjátok, hogy senki sem vallott szégyent, aki az Úrban bízott. Volt-e, aki benne bízott és szégyenben maradt? Volt-e, aki hozzá kiáltott, és ő elnézett fölötte? Mert kegyelmes és irgalmas az Isten, megbocsátja a bűnöket a megpróbáltatás napján, és megvéd mindenkit, aki őt igaz szívvel keresi. Ez az Isten igéje. A Zsoltár válasz. Bízzad az Úrra sorsodat, és ő gondoskodik rólad. Bízzad az Úrra sorsodat, és ő gondoskodik rólad. Bízzál az Úrban, és a jót cselekedj. Így lakhatsz a földen, és biztonságban élhetsz. Az Úrban legyen örömed, és ő teljesíti szíved vágyait. Bízzad az Úrra sorsodat, és ő gondoskodik rólad. Ismeri az Úr az ártatlanok sorsát, örökségük megmarad örökre. Nem szégyenülnek meg a barsors idején, van eledelük az ínséges időkben. Bízzad az Úrra sorsodat, és ő gondoskodik rólad. Fordulj el a rossztól, és a jót cselekedd, és megmaradsz örökkön örökké, mert az Úr az igazságot kedveli, és nem hagyja cserben híveit. Bízzad az Úrra sorsodat, és ő gondoskodik rólad. Az Úrtól van az igazak üdvössége, ő oltalmazza őket a szorongatás idején. Segítőjük és szabadítójuk az Úr, megmenti a bűnösöktől és üdvözíti őket, mivel ő benne bíznak. Bízzad az Úrra sorsodat, és ő gondoskodik rólad. Alleluja! Nem akarok mással dicsekedni, mint Urunk keresztjével, mely által a világ megfeszítetett számomra, és én a világ számára. Alleluja! Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus és tanítványai átmentek Galileán. Jézus azonban nem akart, hogy valaki megtudja ezt, mert tanítványit készült oktatni. Ezt mondta nekik, az emberfiát az emberek kezére adják, megölik, miután megölték, harmadnapra föltámad. Ők nem értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni Jézust. Aztán Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük, miről vitatkoztatok az úton? Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás között arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közöttük. Ekkor Jézus leült, odahívta a 12-t és így szólt. Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája. Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, majd magához elölte, és ezt mondta nekik. Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, holnap hamarzó szerda van. A mai evangélium is már olyan, hogy lelkiismeret vizsgálatra, vagy akár egy nagybőti elhatározásra indíthat minket.
hiszen minnyájan megtapasztaljuk azt, ez egy alapkísértés az embernek, hogy első akar lenni. Tehát azt várja, hogy ünnepeljék, azt várja, hogy virányítson, vezéreljem, uralkodjon mások fölött. És az apostolok körében is elindult ez, a mai evangélium. Pontosan erről szól, Jézus megy, mondja azt, hogy keresztre feszítik Jeruzsálemben, és mintha nem is alannának semmit, ők már tanakodtak, hogy abban az országban, amit létrehoz, milyen pozíciókat szerezzenek. És Jézus, ő nem csak, hogy megszégyeníti őket, hanem el is mondja azt, hogy hogyan lehet elsőnek lenni. Nem úgy, hogy másokon uralkodik az ember, hanem úgy, hogy másokat szolgál. Mégpedig a legkisebbeket. Érdekes utána nézni ennek így biblikus magyarázatokba. Itt a kisgyermek nem a bűntelent jelzi, hogy a bűnteleneket, meg az árvákat, meg nem tudom én, ilyeneket kell segíteni, hanem a kiszolgáltatottakat. A biblikusok mind azt mondják, hogy abban az időben a gyerekek kiszolgáltatottak voltak. Nem voltak törvények, amelyek védték volna őket. És ezzel magyarázható. És itt nem is a gyerekről van szó, persze ez egy konkrét példa, hanem a kiszolgáltatottakat kell segíteni, a háttérbe szorítottakat, akik valamiféleképpen talán sérültek is, és ezért hátrányos helyzetben vannak. Itt ez a kép ezt jelzi, mondják a biblikusok mind. És az ő nevében az pedig azt jelenti, hogy befogad, aki őt követi őt ebben, tehát nem az, hogy a nevére hivatkozik, hanem aki, és Jézus is ezt tette, aki ezt szerint cselekszik, ugye az lesz az első majd Isten országában. És aki ezt próbálja tenni, hát nem könnyű, az is megtapasztalja, hogy még ha valaki első akar lenni, az keserű életet fog élni, mert a környezet elhatárolja magát tőle. Nem szeretik az ilyen előre furakodó, első meglevő, vagy akarni váló embereket. Ha viszont valaki ezt a szolgálatot gyakorolja, azokét, akik hát rászorulnak erre a segítségre, azokat meg úgy előre is engedik, meg elfogadják tőle ezt. Tehát köztisztelet övezi ezeket általában, ezeket az embereket. Az egyházon belül, meg az egyházon kívül is. És ilyen szempontból lehet ide kapcsolni, tehát Damiani Szent Pétert is, aki nagyon éles nyelvvel ostorozta azokat, akiknél látta azt, hogy ez a törekvés, hogy az elsőjekre, meg a pompára, meg nem, ezekre úgy megvan. És nem csak ostorozta őket, hanem tett is ellene úgy, hogy kamarduli szerzetes lett. Ezzel jelezni akarta azt, hogy a boldogulásnak az útja, vagy a boldogság útja nem a tisztségeknek a halmozása, vagy nem tudom én, hát az a vágy, amivel az ember egyet el tud élni, hanem az, hogy szépen csendesen az ember háttérbe vonul, és úgy próbál segíteni másokon. Tehát ez a élete példájával is ezt igazolta. Mindnyájan érezzük életünkben ezeket a kísértéseket, nagy erő kell hozzá, természet fölötti kegyelem kell hozzá, az ember megfékezze ezeket a hajlamokat, amik benne vannak, és tényleg megpróbálja a legnehezebb helyzetben levőket, a legkiszolgáltatottabbakat szolgálni, nem a saját erejével, nem Isten szeretetével, jóságával. Kérjük testvéreim, a végtelen irgalmas Istent önmagunkért és minden emberért, hogy bocsássa meg bűneinket és adja meg nekünk az örök boldogságot. Az egész világon elterjedt és az itt egybe gyűlt egyházadért könyörögjünk az Úrhoz. Szent Atyánkért, Ferenc pápáért, püspökeinkért, papjainkért és a szent szolgálatban segítő társaikért könyörögjünk az Úrhoz. Az egyházak egységért, a pogányok megtéréséért, a nemzetek közötti egyetértésért könyörögjünk az Úrhoz. Beteg, éhező és bajba jutott embertársainkért könyörögjünk az Úrhoz. Saját magunk és távol lévő testvéreink üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz.
kiszolgáltatott emberekért, így a gyermekekért is. Könyörögjünk az Úrhoz, hogy Isten szeretetével tudjuk védeni és nevelni őket. Hallgass meg, Urunk! Urunk, hallgass meg népedet, érdelmtelen létünkre könyörgünk hozzád, és senki kegyelmeddel mindig elénk sietsz, hogy jóságosan teljesíts kérésünket Krisztussal, mi Urunk által. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkeszűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk néked, mint a föld termését, és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. A bor és a víz titka által részesünk annak istenségében, aki kegyesen részese lett emberségünknek. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk néked, mint a szőtő termését, és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Mosd, Uram, bűneimet, vétkeimtől tisztíts meg engem. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Istenünk, fogad szívesen ezt az áldozatot, amelyet készséges szívvel bemutattunk Damián és Szent Péter ünnepén, hogy tanításán felbudulva téged dicsőítsünk, és magunkat is egészen neked adjuk, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek, emeljük föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék Damiáni Szent Péter ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája láttán. Ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közbejárására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül mondjuk, szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség, Ura Istene, dicsőséged betölti a mennyet és a földet, hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által a Szent Lélek erejével éltesz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk a Szent Lélek által, szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Jó, ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték.
A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámad, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel fölajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyeressük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Sarlos boldogasszonnyal, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, a mai nap szentjével, Damiáni Szent Péterrel, egyháztanítóval, és minden szenttel együtt. Az ő közbejárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben, földi zarándok útját járva egyházadat, szolgáldat Ferenc pápánkat, Péter püspökünket, segédpüspökeit, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népek kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magad az irgalmason a világon szétszórodott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket, és elsősorban azokra gondolunk, akik erőszaknak az áldozatai lettek, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben, velük együtt mi is örökre gazdagul részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a szent élekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljesítségét, aki esz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békén. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
azokkal együtt, akik távolabbról kapcsolódnak be a Szent Liturgiába, mondjuk el a lelki áldozás imáját. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Ez a hű és okos intéző, akit az Úrháza népe fölé rendelt, hogy idejében kiadja neki részét az élelemből. Alleluja. Könyörögjünk, Urunk Istenünk, Te Krisztussal az élő kenyérrel tápláltál minket. Kérünk, Krisztus legyen tanítómesterünk is, hogy Damjáni Szent Péter ünnepén igazságodat minnyobban megismerjük, és szeretetben tettekre váltsuk Krisztussal, mi Urunk által. Küzdelmeinkhez kérjük Szent Mihály Arkangyal segítségét. Szent Mihály Arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, aki lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjetek békével.